Zenés színpadi műsorral indult az izgalmas húsvéthoz kapcsolódó családi program. Több 102-12 év közötti gyerkőcöt és szüleiket vártak meglepetéssel szombaton az Icsiligetben, a Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyesület szervezésében, ahol immár 22. alkalommal rendezték meg a húsvéti tojáskereső versenyt. A rendezvény Amerikából indult, mára pedig már igazi hagyománnyá nőtte ki magát. Szeretnénk túl azon, hogy tojáskeresés és nyuszi és a gyerekeknek egy fantasztikus élményt adni, szeretnénk felhívni a figyelmet az embereknek a húsvét valódi üzenetére, a valódi tartalmára, hogy ez Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról szól. Ezt ünnepeljük ma, és ezt egy ilyen nagyon fiatalos és hát gyermek nyelven próbáljuk elmagyarázni a gyerekeknek, hogy mit jelent. 7000 darab cukorral töltött műanyag tojást rejtettek el a szervezők, amelyeket a gyerekek 5 különböző korosztályra bontva kerestek meg. Nagy volt a roham, a kicsik igyekeztek minél több tojást begyűjteni. A rendezvény idén is nagy sikert aratott a családok körében. Ez az első alkalom, hogy itt vagyunk kint. A kislányomnak szerettem volna egy élményt okozni. Ahogy láttam, tetszett neki, igazából ennyi. A szervezők egy-egy tojásban kincsfeliratú cédulát is elrejtettek, a megtalálókat ajándékcsomaggal jutalmazták meg. A délután folyamán gyermekszülőjátékok, arcfestés és csillámtetoválás is várta a családokat.